Nincs tilos. Ja, azért lelkendezik csak visszafogottan az ember, mert sok van még hátra. Ez villámgyors volt. És itt az első gól. Sajnos Stacey Rusk szerezte az első találatot. Nagyon... Nem NHL játékos. De volt az. Elhagytuk a korongot, egy háromszög és utána a kapásból. Sajnos pont nem volt tilos felszabadítás, továbbot intettek, és ez a háromszög ez végül is Budai lábak között. Szóval feljegyezzük Stacey Rust gólját, ő Svájcban játszik, itt lé. Most látszottuk, hogy kezeli a korongot. Ezekre figyeljünk. Itt lé középre, gyönyörűen bizony Budai kijött lábbal, és nem volt így esélye Jean-Pierre Dumont-nak. Jan viszont lőni, mekkora gól, Hayward. Ezért kell nagyon figyelni, mert nagyon-nagyon fontosan lőnek az edzéseken is. Megint egy apró kis védelmi hiba, és rácsapni, ő is volt NHL játékos, világbajnok. Teljesen egyedül, le is tudja kezelni, utána mértani pontossággal lő, és az a kapusok számára kedvezőtlen magasság. Tulajdonképpen ugyanabban a sarokból indult ez a gól, mint az első. Jamie Hayward, egykor a Toronto, a Nashville, a New York Islanders, Columbus Blue Jackets játékosa, most már 3-0. Ajaj! Rob Niedermayer. Nincs idő elsorolni, hogy hol játszott Hayward, mert Rob Niedermayer, aki most az Anaheim hokisa, megszerzi a harmadikat. Na most kell valamit csinálni a Dusan Kapusztának, mert kanadaig áll a szép, csak nem jó az, hogyha mi látjuk, ezt nyolc szenvedjük. Nyolc. Tudta átvenni Majoros. Schille jön és próbálja a középen kiugró Hitlit megállítani. Danny Hitlit azonban nem lehetett megállítani. Hitli 4-0. A foga az nem nőtt ki, ahogy látom. A foga az nem, de a keze és az ütője éppen elég hosszú volt. Hát azt nem láttam, 15 játékosának. Még a bíróknak is figyelniük kell, a paszt nem látta. De a guruló korongot is szépen eltessékelte Budai mellett, laposan. Most. Tulajdonképpen láb közötti gól. Azért nagyon gyors. Nagyon gyors. És hiába zárnak. Kicsúszik a korong. Ez jó nekünk, sőt. Akár igen, így van, meg lehet próbálni letámadni a kanadaiakat, el lehet venni tőlük is a korongot. Végül is ők is csak emberek, bár. 5-0. Alston a gólszerző a februári mérkőzés után, tehát Jan Alston, a zürichi góltlő a Budapest arénában is. Hát az utasításodra a magyarok előre mentek a korongért, és utána visszalőtték. 22-es volt a gól, azt hiszem, hogy a 29 adta a passz, de ez nem... Milyen bátran tört be a kapu elé keresztbe, és csak meg nem zavart, hogy ott egy védő van, hanem... Krisztián kereszt előtt olyan gyorsan kocsijázott kereszt, hogy a kapus nem tudta követni a mozdulatot. Ez egy bátor megmozdulás volt, hogy ott elhúztam. És utána még Budai visszanyúlva hozzá. No de hát, ilyesmire végképp ne figyeljünk. Éppen elég az, hogy a kanadaiak itt vannak a jégen, nehogy már még létszámkönyvben is legyenek. Budai begyűjti, jól van. És mit tettük hátra a bulit? Azt hiszem, Kocskai volt az. Persze nem ebből a szándékból kifolyólag, csak egyszerűen ők... Igen, itt majd hátul. Ja, nem, bocsánat, labdány. Budainak szól a taps. Ez hajtótájékoztatón. Az az igazság. Szaró adja hátra a korongot. Rögtön gól van belőle, rögtön baj van belőle. Stacey Rust a második gólja. Nagyon gyorsak. Szaró és Rust is. Ugye Európában játszó játékosokról van szó. Kapu mögött Budai, ahogy kell, kikocsiázott, megállított a korongot, de a hátvéd elvétette, és abból egy gyors visszat, itt elvétettük a korongot. Nagyon szépen vette el. Így szara. A kapásból pont. Svasznek Bence hibáját használta ki. Szaró is. Biztos történik valami botrányok. Schille. Visszakapta azt az ütközést, amit ő adott először. Ez helyzet! Gól! Tamás, egy kicsit lopta még a távolságot, aztán bebombázta.
Sebastian Siger kapujába. Összegózszerző. Mindig szóltunk, hogy Siger hatalmas terpezben vét, hogy a két sarkot védje oldalt. Rösszes lemekül is vette föl, és villámgyors lövése. Lopja a távolságot. Befér. Siger is olyan hitetlenkedve kapta le a fejét. Most így lenéz a lábai közé, bent van. Ha csak ennyi kell, tényleg mondom én. Csoda a magyar. Na, itt meg a láb, jó, hogy Konszmájsz és Kröslud bekapott gólt. Fölé pattant Falkovics. Fordulásból lőtt. Nem sok híja volt ennek sem. Na nézzük meg még egyszer. Ilyen szép. Megint a botfölszedés, Grös. Ebből van meg a korong. Lehet, hogy a védő botjáról is. Jobb vállon találta Zsigert. Ha 5 centivel följebb megy a lövés, szerintem gól a jobb fölsőbe. Ladányi. Jó lövés! Zsiger a lepkés kesztyűvel. Na azért. Na, ilyen lövésekhez ő hozzászokott rendesen. Tényleg most már lövés teljesítményben is kezdünk főn. Az utolsó 3 percben lőttük ezt a 4-5-öt. Nagyon szépen csinálja Ladányi Balázs. Picit hátra Marilyn játékos, a Tóvölgyi tíme, hogy teljes Balog legyen a lista. Balog Tibor tanítványa. Ez pedig kapuvas. Legalábbis a kapu oldalát találta el Hétli kísérlete. Újra Hétli, hogy kígyózik át. Budai véjét, az ismétlést azonban nem lehet megfogni. 56 másodperc alatt kanadai góllal kezdődik a harmadik harmad. Hát ennek a gyereknek a vérében van a gólszerzés. Már most alig megy a harmad, már két lövése volt. 15-ös. Világbajnok már 23 esztendősen. És itt meg nekik vas állva várta nekik korcsiázott, vas attól majdnem eldőlt. Itt lehet látni, úgy. Ki is billent, és utána saját kipattan. Hát a harmadik lövése volt a játék részben. És a második gólja összességében Danny Hitlinek. Ő az. Na most Ladányi Balázs. Két hátvéd van, Ladányi nem is megy, hanem passzol. Jó meglátás, gólhelyzet! Alston, és bent van! Úgy láttam, hogy Alston ott gólja, de nem biztos. És egyébként is teljesen mindegy. Igen, itt van. Egyből a 28. Most majd ki. Nem hiába etetjük őket, jól van. Hitli, oda is betalál. Hitli és Alston volt, nem tudom melyikük botjáról vágódik. Nem, Hitli ki akarta húzni, csak közben oda döfött neki Alston, és azzal nem tudta kisöpörni a korongot. Megtette a hatását a jó vendéglátás, a magyaros vendégszeretet. Ebből valamit visszaadnak. Miközben... És ebben a harmadban ugye 1-1. Pedig lassan 10 perc eltelik már a harmadból. Na de most jönnek a kanadaiak, felbosszantottuk őket, igen. Ez 8-2. Na erre nem kellett sokat várni. Rob Niedermayer. 27 másodpercet. Rob Niedermayer 30 esztendős. Anaheim játékosa, Florida és Calgary korábban. Nagyon-nagyon magabiztos lövés. A bedobó pontról, ahogy kell, ez egy bevett szokás, és még lesz egy, nem tudom, hogy még egy kiállítást, azt nem kéne összeszedni. Gyors gólváltás a harmadik harmad közepén. Hitli ütközik a kapunk mögött, korongot is szereznek, uff, mekkora gól volt. Atyaég, mekkora gól volt. Hétli megszerezte, ütközött a kapunk mögött, és nem volt esélyünk. Ott már Budainak nem volt esélye. Jean-Pierre Dumont, a Buffalo-i. Ez meg 17 másodperc. 15-ből a 17-es. Két kanadai gól között. Letámadás, ütközés, korongszerzés, de ahogy oda döfött Hétli tulajdonképpen az volt a lényeges, meg az, hogy mértani pontosság volt. Nem szabad egyszerűen, kanadaiak nem szokták cipelni a korongot, hanem egyérítős, azzal, hogy Hitler oda csapott. Élén áll a korong, ezért tudja Dumont ilyen
iszonyat.